Csát Géza. Pénzek sejem papírosban. Kovács János újságíró volt Délvidéken. Leginkább álnevek alatt írt novellákat, amelyeket vidéki asszonyok és lányok reggel az ágyban szorgalmasan végigolvastak, anélkül azonban, hogy egyszer is szóltak volna, no, ez érdekes, vagy szeretném ismerni ezt a Tankrédot, vagy ügyes fiú ez a Dobai Iván, aki ma írt. Hát, ilyen nem fordult elő soha. De ez nem baj. Ám bár nagyon különös, ha gondolkozunk rajta. Kovács János apja tanár volt Felső Magyarországon. Ezen kívül 4 leány testvére volt, amit azért mondok el, hogy megmagyarázzam a másik különös tényt, hogy Kovács anyagi gondokkal küzdött. Kedves bohém fiú volt, de azért fogához verte a krajcárt, azaz naponta csak egyszer ment kávéházba vacsora után, és ott 1-2 pikoló mellett éjfélig fönnmaradt. Mégis minden szolidsága mellett rendesen már 15-e után elfogyott az a 70 forintja, amit Müller a kiadó fizetett. Ilyenkor számolt, okoskodott, de rendesen abban maradt, hogy a szobában fel alá sétálva hangosan így morfondírozott. Hová az ördögbe tettem azt a sok pénzt? Egy ilyen alkalommal az a kitűnő ötlete támad, hogy a pénzét felosztja. Egy napra való összeget egy kis csomagba tesz, s reggelenként kiszedi a szekrényből. Ennél többet pedig 6 szakadt, 6 törik nem költ. A terv gyönyörű volt. Még aznap sejempapírt vásárolt, és tenyérnyi darabokat vágott belőle. A gázsi napján kifizette a lakást, a kosztot, a Szabónak adott 5 koronát, a zálogból kiváltotta az óraláncát, a megmaradt pénzt pedig 30 egyenlő részre osztotta és külön-külön becsomagolta. Mindez sokáig tartott. Hogy a pénzt egyenlő részekre oszthassa, apró pénzt kellett szereznie. Bejárt egy csomó boltot, míg váltottak. Ez maga is fél óráig tartott. Azután a számolás nagyon nehezen ment. Az osztásba belesült. Belátta, hogy aki elfelejtette az egyszer egyet, nem remélheti, hogy jó eredményt fog kapni. Végre így osztotta el. 1 korona, 1 korona, 1 korona. És kirakta az asztalra 30-szor. Azután rárakott 6-osokat, 10 filléreseket és 2 filléreseket. Hát 1 óra fáradozás után sikerült az elosztás. Sorba olvasta, minden csomóban 1 korona, 38 fillér volt. A végén még minden csomagra ráírta a napot, amelyen elkívánja költeni. Sorba berakta a csomagocskákat egy skatujába, és magához vette közülük azt, amelyik elsőjére volt számba. Azután fütyörészve távozott. Meg volt győződve, hogy financiális gondjainak vége, hogy erkölcsös és egyszeres, mint geniális kombinációjával végképp megalapította jövendő boldogulásának útját. Ugyanezen az estén eső esett, ső késő éjjel hazajövet észrevette, hogy átázott a harisnyája. Otthon megvizsgálta a dolgot. Lyukas volt a cipőjének a talpa. Új cipőt nem vehet, ez halomra dönteni az egész hónap ragyogó, nyugodalmas kombinációit. Meg kell talpaltatni. De nincs másik cipője. Úgy kellett alkudnia, hogy a cipőt otthon megvárja. A csizmadia 2 forintot kért a gyors talpalásért. Mit tehetett? Megadta. Bár néhány pillanatig dühös hajlandóságot érzett ahhoz, hogy egész hónapban lyukas cipőben járjon. Mikor hazahozták a cipőt, soká töprengett, hogy a 30-ai, 29-ei, 28-ai napokra szánt összeget adja ki, vagy a 2-ai, 3-ai és a 4-eire szántakat é. Ez utóbbi mellett döntött. 10-én kiukadt a kabátjának a könyöke. 12-én egy bári nyakkendőt kellett vennie, mert kiküldték riportra a Dalos Kör táncmulatságára. És 17-én este a kávéházba a 30. jelzésű csomagocskát bontotta föl. Egy könnyet hullatott a sejempapírosba, összecsomagolta a könnyet, és visszatette az üres erszényébe. Másnap az óra láncát újra a zálogházba vitte. A
régi írók ezt olyan féleképpen fejezték ki, hogy szegény ember szándékát boldog Isten bírja. Valóban találós mondás.